rendkívüli közgyűlés és zárt ülés. Megszűnik a Hódmezővásárhelyi közétkeztetési intézmény, mégsem értékesítik a Petőfi utcai ingatlant. Koszovóba készülnek a vásárhelyi katonák, 2 hónapja tréningeznek a békefenntartók. Szabályos vagy szabálytalan drágulás a fürdőben, eltérően értelmezik a rendeletet. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Rendkívüli közgyűlést tartottak ma Hódmezővásárhelyen, amelyen a legélénkebb vita a Hódmezővásárhelyi közétkeztetési intézmény megszüntetésével és a vásárhelyi közétkeztetéssel kapcsolatban alakult ki. Ez egy nagyon rossz döntés. Cseri Tamás azon véleményének adott hangot, hogy a közétkeztetés kiszervezése nagyon rossz lépés volt, és szerinte több vásárhelyi iskolás, kollégista éhezik hétközben. Bálint Gabriella azt mondta, hogy szerinte hiába javítják ki később a hibákat, több szociálisan rászoruló elfordulhat a helyi közétkeztetéstől. Nagyon-nagyon sok olyan család, egyén, gyermek, szülő lesz az, aki inkább kicsekkol a rendszerből, azért, hogy utána máshol keressen boldogulást. Szabó János úgy reagált, folyamatos és rendszeres a kapcsolattartás a város és a szolgáltató a Prisma Food Kft. Között, éppen a mai napon is találkoznak azért, hogy a felmerülő panaszokat megbeszéljék, melyek közül néhányat az alpolgármester is megemlített a közgyűlésen. 2 hét tapasztalat alapján, még a 3. hét ugye nem zárult le ma holnap, a levesek 80,0, a főételek 78,8, átlagosan 79,4%-os elégedettségi szintet mutatnak. Rögtön hozzátenném, hogy nem elég. Tehát mondjuk egy 10-es skálán a jó a 9 és a 10-es, a 7-es, 8-as a semleges. És a 6-os meg a 1-es között tök mindegy melyik egyformán rossz. Szabó János hozzátette, hogy a kritikák egy része lehet jogos is. A problémákat ki kell javítani. A város pedig nem engedi el a szociálisan rászorulók és az idősek kezét sem. Végül a képviselők 8 igen és 5 nem szavazattal döntöttek arról, hogy február 28-i hatállyal megszüntetik a Hódmezővásárhelyi közétkeztetési intézményt. Emellett egy 50 milliós pályázat beadásáról is döntés született, amely 3 utca, a Futó Mihály, a Károlyi és a Nap utcában lévő burkolatjavításokra vonatkozna. Önerővel együtt 96 millió forint értékben. Továbbá engedélyezték azt is, hogy a más cégektől átvett munkatársakkal együtt 150 főre emelhessék a polgármesteri hivatal személyi állományát. A mai rendkívüli közgyűlés után zárt ülésen tárgyalták a Petőfi utcai ingatlan ügyét. Szabó János alpolgármester időben című hírháttérműsorunk mai felvételén azt mondta, hogy egyelőre nem adják el a Petőfi utcai épületet, de az önkormányzat nyitotta megegyezésre, ha a vevő visszatér az eredeti ajánlatához, amiben már szinte megegyeztek. Ez egy régi húzavona, ez a tárgyalás sorozata az önkormányzat és az egyház között, és ahhoz nem vagyunk hozzászokva, hogy egy tárgyalóasztalnál megszületett megállapodáshoz képest egy merőben új, egészen más, minden átmenet és értesítés nélkül más tartalmú ajánlatot kapjunk, ami minden soron visszalépés. A lényeg az, ami az adófizető állampolgárokat ebből érdekelheti, ha ebbe a konstrukcióban most így ebben a formátumban belemegyünk, akkor a költségvetésünk terhére kellett volna bevállalni átmeneti finanszírozást 100 milliós nagyságrendben. Ezt nem engedhetjük meg, tekintettel arra, hogy a sokat emlegetett energiatétel során is csak 420 milliós többletteher van költségekben a városon. A teljes beszélgetést a híradó után láthatják itt a Vásárhelyi Televízióban. Tegnap óta újabb 15.526 koronavírusos fertőzöttet szűrtek ki Magyarországon, ebből 569-et Csongrád-Csanád megyében, 2-szer annyit, mint egy nappal korábban. Közben a koronavírus gyanús betegek tesztelésére országszerte 340 000 antigén gyors tesztet kapnak a háziorvosok, és emellett védőeszközöket, például FFP2 maszkot, védőszemüveget, overallokat is igényelhetnek, ami a kormányhivatalon keresztül jut majd el hozzájuk.
Nincs egyetértés a Vásárhelyi Strand januári áremelésével kapcsolatban. A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal álláspontja szerint önkormányzati tulajdonú cégnek számít a Hódfürdő Kft., így a kormány veszélyhelyzet miatti díjstop rendelete alá esik. Tatár Zoltán Hódmezővásárhely jegyzője azonban másként vélekedik. Szerinte szabályos volt a drágítás, mivel a strand többségi tulajdonosa a HVS ZRT, így az áremelésekről nem a közgyűlés dönt. A januári áremelés az infláció alsó értékével volt azonos, átlagos áremelést hajtottunk végre, ami 6%-os volt. Katona Zsolt ezt január 7-én nyilatkozta a Vásárhelyi Televíziónak. A strand ügyvezetője akkor arról számolt be, hogy az emelkedő vegyi anyag és energia árak miatt 100 forinttal emelték a napi jegyek árát. A Promenád 24 azonban törvénytelenséget sejtett a drágítás mögött, melynek 2022. január 10-i írásukban adtak hangot. Egy héttel később már a kormányhivatal állásfoglalásával megtámogatva jelentkezett a hírportál. Szerkesztőségünk is megkereste a megyei kormányhivatalt. Válaszukban ezt írták. Megállapították a jogsértést és törvényességi felhívást adtak ki a jogszabálysértés megszüntetésére. A Hódfürdő Kft. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasághoz tartozik, ezért a díjemelés jogszabálysértő. A Vásárhelyi Strand 51%-ban a HVS ZRT tulajdonában van, alapítója pedig egy már rég csődbe ment cég, mondta Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely jegyzője, aki szerint a kormány díjstop rendelete, amely szabályozza az önkormányzati cégek veszélyhelyzet alatti díjemeléseit, nem vonatkozik a strandra. A jogi helyzet az, hogy a HVS ZRT és az önkormányzat képviselőjéből álló kétszemélyes taggyűlésnek kell az üzleti tervet végső soron jóváhagyni. Tehát nem a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Innentől fogva ebből következően a kormányhivatalnak sincs erre a döntésre vonatkozó törvényességi felügyeleti jogköre, hiszen a közgyűlés döntéseit vizsgálhatja törvényességi szempontból a kormányhivatal, azonban a Hódfürdő Kft. Taggyűlésének a döntéseire a kormányhivatalnak törvényességi felügyeleti jogköre nincs. Tatár Zoltán hozzátette, hogy ha január 1-e óta a jegyet váltó strandvendégek szabálysértőnek találják az áremelést, akkor annak felülvizsgálatát a bíróságnál kérhetik. 400 főként Hódmezővásárhelyi katona utazik márciusban Koszovóba. Feladatuk a válságkezelés, a béke és a rend fenntartása lesz a balkáni országban. Célzott kiképzésük során pszichésen és fizikálisan is tréningezik a katonákat, ami már több mint 2 hónapja tart. Csütörtökön egy intenzív zárógyakorlaton számoltak be felkészültségükről a KFOR misszió katonái. Márciusban utaznak a vásárhelyi katonák Koszovóba. A balkáni KFOR, vagyis koszovói békefenntartó haderő tagjai november óta intenzíven készülnek a műveletre. 6 hónapos kiküldetésük során a honvédség kontingense válságkezelési és békefenntartó feladatokat lát el, felügyelik a koszovói biztonságot és rendet. A megszerzett tömegkezelési és lövészeti felkészültségüket egy zárógyakorlaton mutatták meg a katonák. Ezeknek a zárógyakorlatoknak az a lényege, hogy nyomás alá helyezzük az állományt, tehát hogy pszichésen is, nem csak fizikálisan, pszichésen is felkészüljenek azokra a kihívásokra, amik mondjuk egy ilyen tömegkezelési feladatnál, eljárásoknál rájuk hárulnak. Nagyon nehéz feladat ez, egyöntetűen kell tevékenykedniük, nem szabad elveszíteni az önkontrolljukat. A lövészzászlóalj parancsnoka hangsúlyozta, azon túl, hogy a KFOR misszió résztvevőit testileg és lelkileg is felkészítik a bevetésre, kiképzésük során a koszovói kultúrával is megismerkednek a katonák. A teljesítő képességük csúcsán azonban csak a misszió után lesznek a lövészzászlóalj tagjai. Itt most az elméleti és a gyakorlati alapképességeket szerzik meg, és a kinti felkészülés és a helyszín adta lehetőségek mellett ugye megismerkedve a valós helyszínnel és a valós végrehajtással egy olyan átfogó képességet kapnak, ami nagyban hozzájárul később más misszióban is ahhoz, hogy magabiztosan és tapasztalatlanul tudjanak neki kezdeni akár egy iraki vagy bármilyen más műveleti területen végrehajtandó misszióban. Az alezredes hozzátette, hogy a vásárhelyi katonák felkészültek és magabiztosan fognak helytállni a koszovói műveleti területen 2022. szeptemberéig.
A fehér szín mindig uralkodó volt, ám hozban lehettek eltérések, hiszen még a rövid fazonra is volt példa. Körkép Eleink menyasszonyi ruháiból. A Tornyai János Múzeum esküvői gyűjtésére szép számmal érkeztek felajánlások, de még mindig vannak fehér foltnak számító időszakok, ezért az intézmény továbbra is várja a menyegzői viseleteket és minden olyan tárgyat, dokumentumot, amelyek a nagy naphoz kötődnek. A század közepén és a század végén is, aztán visszatér a legmagasabban zárt, újja is leghosszabban zárt divat, akkor azért azt is jelzi, hogy mikor éppen hogyan gondolkodtak arról, hogy milyennek kell lennie egy mennyasszonynak. Nem csak az öltözködés kultúra miatt érdekes a Tornyai János Múzeum folyamatosan gyarapodó esküvői gyűjteménye, hanem azért is, mert ezeknek a ruhadaraboknak helytörténeti jelentőségük is van. Például ezt az egyszerű fazonú ruhát Vásárhely legendás zeneszerzőjének, Steiner Bélának a felesége viselte. Valamilyen szinten a történelmet is sűríti magában, hiszen 1950-es évek legelején viselték egy olyan történet után, ami nagyon nehéz volt a fiatal pár számára, hiszen őket a felvidékről úgymond elűzték, kitelepítették, nem mehettek vissza a családjukhoz, és aztán ide hozta őket a sors Pitvarosra, és itt az akkor éppen felszentelt templomban az övéké volt az első esküvő. Az eddigi kutatások érdekes adaléka az is, hogy ezek a mennyasszonyi ruhák szerencsét hoztak viselőjüknek, mert valamennyiük házassága sírig tartott, vagy még tart most is. Kiegészítőként fejdísztek, sőt, még egy alsó ruházat is a múzeum birtokába került, ahogyan fotók is érkeztek. Az 1930-as években készült fényképen Eleink kabátot hordtak, ami azt mutatja, hogy akkoriban a szerelmesek a boldogító igent a farsangi időszakban mondták ki. Még vannak fehér foltok, főként a ruhák esetében a század első felére gondoljunk itt, tehát most jelen pillanatban 40-től 80-ig vannak ruháink, de a 40-es éveket megelőző, illetve a 80-as éveket követő időszakból is nagy szeretettel várunk ruhákat, a 2000-es évek vagy akár a tavalyi évből is örülünk, hogyha felajánlanak, hiszen ezek is majd egyszer régiekké válnak. Az intézmény esküvői gyűjtését a Magyar Nemzeti Múzeum felhívására indított el, ott ugyanis 2022 második felében ebben a tematikában nagyszabású kiállítás nyílik. Így a bemutatandó darabok között akár Vásárhelyről származó is helyet kaphat, vagy a későbbiekben a helyi tárlat anyagát is gyarapíthatják az itt élők felajánlásai. Elsőfokú citromsárga riasztást adott ki az ónos eső miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Csongrád-Csanád megyére. A várható csapadék miatt csúszósak lehetnek az utak, óvatosan közlekedjenek. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták a folytatásban Időben című hírháttérműsorunkban. Szabó János alpolgármesterrel Kozó Attila beszélgetett. Köszönöm, hogy nézték a híradót, és maradjanak velünk, nézzék továbbra is a Vásárhelyi Televízió műsorát. Viszontlátásra!